Szóval az úgy van, hogy Zuzuval, Zsoltival is, mi egy flottakezelő cégnél dolgozunk, ahol voltak nekünk korábban már X-trailjeink, és mi szerettük őket, és ilyen múltban révedő nosztalgiázással beszélgettünk a Zuzuval, hogy milyenek voltak azok az X-trailek, amelyek nem ez a fajta X-trailek voltak. Mert a mostani X-trailt azért kértem el, mert ez már 2 éve ugyan piacon van, de annyira változik ez az SUV szegmens, olyan gyorsan avulnak el a formák meg az érdemek, hogy vajon mit tud 2 év után egy ilyen X-trail nyújtani, és amikor így beleültünk, akkor az jutott az eszünkbe az Zuzuval, hogy a régi X-trailek azok a jók voltak, mert az ilyen baltával faragott, ilyen egyenes, egyszerű teherautós jellegű autók voltak, valóban terepre, ugye, Zuzu? Ugye így volt? És akkor ez most milyen? A szabadidő autó szegmens erejét mutatja, hogy ez a legjobban, legdinamikusabban fejlődő jármű szegmens. A 2017-es év autója is egy szabadidő autó lett, ez a 3008-as, és hát nagyon erős a versenyem ebben a kategóriában. Ott van például a Tiguan, annak jön az Allspace változata, van a Kodiaq, ugye a 3008-as, amit említettem, vannak japán és koreai versenyzők is. Közöttük kell helytállnia annak az X-trailnek, ami első ránézésre leginkább Qashqai-nak tűnik. Szóval a macsó arcból lett egy teljesen kozmopolita kinézetű autó, de a Qashqai-nál érezhetően nagyobb az X-Trail, kifejezetten nagy, és át is vette a Qashqai Plus 2 egyik szerepkörét, miszerint ez az autó lehet akár 7 üléses is, és ezzel azért már a szegmenséből egy picit kilóg, mint hogy azzal is kilóg, hogy ez elérhető összkerékhajtásos változatban is, például a 3008-as Peugeot, nem? Szóval ez már egy másik olyan jellemzője, ami kilóg a szegmens átlagából. És van egy különlegessége ennek a mai tesztautónak, ez pedig az, hogy képzeljétek el a Nissan, amikor 2 évvel ezelőtt kidobta ezt az autót, elfelejtette belőle a 2 literes dízelmotort. Csak 1.6-ossal volt elérhető. Nekem ez furcsa is volt akkor. És azt mondták, hogy erő van, és ez így volt, na de hát az emberek fejében ez nem megy át. Hát egy ekkora autónak 4 kerékhajtással, automata váltóval, akár 7 üléssel, ne legyen már 1.6-os motorja. Úgyhogy most ezen változtattak, és ennek az autónak immár 2 literes, dízel, 177 lóerős és 380 Nm-re képes motorja is van. Az X-Trail nagy, akár 2-3 gyerekkel is van benne elég hely. Oda hátulra lehetne belekonfigurálni 300 ezer forintért a 3. üléssort. Tesztautómban nem volt ilyen. 550 literes egyébként a raktér. És hátul is kellően nagy teret kínál, sőt, mivel az ülés és a támla is változtatható, a támla az dőlés szögében, mutatom. Így. Az ülés pedig sínen csúsztatható, így ki tudok magammal jól tolni, így, akár, vagy vissza. Szóval ezzel is kényelmesen be lehet itt lőni az utazási pozíciót. Sőt, mivel a hátsó üléspárna egy fél számmal magasabban van, mint az elsők, picit ilyen mozi élményem van, innen föntről rálátok. Még az autó motorház tetejét is látom, és rálátok szinte mindenre. És még fejterem is van, úgyhogy ez egy nagy, tágas hátsó kabin. Nézzük meg, mi van legelől. Legelől az van, hogy tökéletesen tetten érhető, hogy 2-3 év alatt hogyan fáradnak el a formák. 2-3 évvel ezelőtt ez egy nagyon divatos belső lett volna. Ma már azt mondom, hogy egy ilyen teljesen középszerű, nincs vele nagy baj, csak olyan újdonságok érkeztek a szegmensbe, ugye a Tiguanról beszéltem, a teljesen digitális műszerfalával, vagy a teljesen formabontó 3008-asról beszéltem, amely fölé lépett már. Ennek ellenére ez egy japános, nissanos belső, még szerethető is, csak hogy az érdekességét akartam nektek elmondani, hogy 2 év alatt mekkorát fordult a világ. Úgyhogy nem rossz ez, csak már nem a top.
Azt mondja a Zuzu, hogy haladnak ők a korral, csak nem akkora lépésekkel, és mennyire igaza van, milyen jól látja a dolgokat, ugyanis amikor Európa azt mondja, hogy kell nekünk a 2 literes dízelmotor, akkor beleteszik 177 lóerővel és 380 Nm-rel. De nem meggyőző ez a motor. Engem nem varázsolt el. Nekem hangos, kicsit vibrál, a hozzá kapcsolt automata váltó CVT rendszerű, ami megint nem annyira gáz, mint egy benzines CVT, először fel sem tűnik, de aztán valami nem áll össze. Hangsúlyozom, nem rossz, de ennél már jobbak vannak. Ezt megoldották már mások jobban is. Erő van, 10 másodperces gyorsulás van, és abban viszont unikális, hogy kapcsolható összkerékhajtás, automata váltó, dízelmotor és 7 személyes kivitel, az nem minden márka kínálatában van. Ez egy jól teljesített házi feladat, de nem jeles. Nem rossz, de nem jeles.